itt ugye a mintavétel helye látható. Még a héten is folyamatosan dolgoznak a Nemzeti Emlékhely területén a Szent István Király Múzeum régészei. Most újabb fontos lelet került elő. Pokrovenszky Krisztián elmondta, hogy jelen tudásuk szerint két periódusban történt a városfal építése. Az első, amit a Nemzeti Emlékhelyen korábban megtaláltak, a Szent Istvánhoz köthető faföld szerkezetű védmű. A másik a valószínűleg ennek visszabontása során kiépített, szintén fa alapozású kőfal kiépítése a 11. század közepén. Itt is előkerültek olyan fa gerendák, melyeket most már meg is tudtunk vizsgálni, hogy behúzódnak az egykori kő városfal alá. Így joggal feltételezhetjük, hogy a Jókai utcához hasonlóan itt is megtaláltuk azt a szerkezetet, mely egyébként elkülönül attól a másik szerkezetű, amit Szent István korához köthettünk. A most megtalált leletnek azért van nagy jelentősége, mert közelebb viheti a kutatókat ahhoz, hogy sikerüljön megállapítani, hogy mennyi idő alatt építhették körbe Fehérvárt kővárosfallal. Az, hogy ez a kőfal alapozása lehet, megerősíti az is, hogy egy gerenda benyúlik a kőfal alá, arra melőleges irányban. Több ilyen gerenda helyet is találtak, melynek a feltárása még zajlik. Ezt teljes bizonyossággal majd a feltárás végén tudjuk megállapítani, de az eddig előkerült szerkezet alapján én arra gondolok, hogy valószínűleg azt találhattuk meg, igen. A falkutatás Siklósi Gyula régész professzor munkásságán alapul. 2018-ban közölték a Szent István Király Múzeum szakemberei az első eredményeket, miszerint 11. századra keltezhetőek a legkorábbi védművek. 2017 óta szisztematikusan keresik azokat a lehetőségeket, ahol a várfalat fel tudják tárni.